Lefülelte a rendőrség Klapka György zaklatóját, az üzletember telefonon hosszú időn át hívogatta egy ismeretlen férfi. Klapka Györgyöt köszönjük a stúdióban. Kuncogva fogadta ezt a felkonferálást. Igen, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Mi volt ebben olyan vicces? Jó reggelt kívánok. Hát nem volt olyan vicces. Sajnos nagyon nehezen beszélek, mert meg vagyok fázva. Ugye most volt a karácsony, születésnap, szilveszter. Kimondhatom, hogy 8... Kimondhatom? Persze, nyugodtan. 88 voltam, beléptem a 89-be. Hát most mit csináljak? Ez úgy, van. Még bírom. Egy darabig. Nem hogy, tudom, is volt, mert, bírom. Hogy is volt ezzel az aklatóval? Na, szóval az volt, hogy ugye van nekem három kiskutyám. Egyébként úgy hívja, hogy Cicuka. Mondom, Cicuka, és akkor megint egy ilyen 80 kilós. Kaukázus. Hogy máshogy hívnának egy kaukázus juhászt, mint hát ott van a szájában a Cicuka, igen, amikor... Mind a három kaukázusi farkas, és hát borzasztó szelidek és aranyosak, de hát nagy pofájuk van, hát az a feladatuk, hogy védjék a házat, ugye? És volt egy illető a szomszédomban, aki folyton fölhívott engem éjszaka, kettőkor meg háromkor, hogy a kutyát folyogja be a száját, mert a kutya ugat. Mondtam neki este, hogy ne ugasson, de mondom, hogy hiába mondom neki, csak ugat. Úgyhogy sokáig nem találták meg ezt az illetet, aztán hosszú történet, nem is akarom ezt hosszan mesélni. Aztán megjelent egy cikk egyik újságban, azt beküldtem a rendőrségnek, amikor állították a nyomozást, megint elkezdték a nyomozást, végre megtalálták az illetőt. Hát biztos, hogy megbüntették, mert nem tudom, milyen fene volt zaklatásért. Mert azt mondja, a kutya ugat egy kertes házba, az egy természetes dolog. Igen. Az nem egy természetellenes dolog, a kutya ugat. Még mindent elkövetek tényleg a kutyáimat, hogy ne bántsam őket, és most lezártam őket már a hátsó udvarba, hogy ne menjenek föl előre az utcára, mert ott moziznak, és valaki elmegy, akkor va-va-va-va. Hát kutya, hát az a feladata. Hát igen. Úgyhogy, de hát ez egy kis apróság, ez nem egy nagy dolog. Hát úgy valószínűleg akkor valami pénzbírságot kapott, hogyha az zaklatás tényállást megvalósított. Valószínű, persze, az zaklatás. Akkor mondja meg nekem, hogy 88 évesen miért verekszik? Hát igen, így néz ki. Mi a történt kezével? Most szereztem 29-én, nálunk mindig úgy van, hogy karácsony szilveszter között tartunk egy külön születésnapot, összes barátaim ott vannak, a teljes személyzet ott van, ott zenekar van, ott műsor van, ott minden van, szóval Sas Jóska, Kós Jancsi. Hát meg láttunk fotókat tegnap bizony, hoppá, most is látjuk. Az egész banda, igen. Igen, a családom ott van, ugye az egész család ott van a Sas család is. És akkor ott van Ilonám. Na hát, és ott történt valami kis baleset a kezével? És hát, hát megjött ugye, kicsit későt már a szőke színésznőnk, a Nyerte Zsuzsi. Nyerte Zsuzsi, akit én imádok már 30 éve. És hát nagy, már többiek kezdtek elszállingozni, és akkor kezdtünk mulatni igazán. Uh-huh. És hát én is énekeltem, azért vagyok berekedve. Ő is énekelt. Rá lett fogva a megfázásra, tessék. Kapkodtuk egymás kezéből a mikrofont. És Zsuzsikám odaadta a mikrofon nekem, és úgy adtad, hogy ez lett belőle. Ja, hogy véletlen megütötte a mikrofonnal. De én nem aznap észre sem vettem. Másnap néztem, hogy milyen koszos a kezem, mondom, mi történik. Igen. Nem jön le. Szóval nem jön. Mikor ezt kell mondani, hogy sokan voltak és hátulról támadtak. És én csak védekeztem. Én akartam mondani ezt, amikor bemegyek az üzletbe, rögtön kérdezik, hogy mi van, mi történt. Mert aznap senki nem tudta, mert évekkel történt, hogy mi történt. Mondom, ez semmi, nézzél, az asszony szemben. Ja, Istenem! Ja, Istenem! Az asszony, az ott is ugyanúgy ott van az, ami... Meg mert engem, hogy ebből viccet csinálok. Ja, Istenem! És hogy megy a tánc? Hát már sehogy. De hogy nem, hát ott láttuk a... Hát az Ilonám ottan forszírozta nagyon, meg Zsuzsikám is táncolt vele, meg mindenki táncolt vele, mert én meg már öreg ember létem, mert ott az... Hát roptam a táncot úgy, ahogy tudtam. De jó! Nem úgy, mint azelőtt régen. És miket szeret énekelni? Hát van a kedvenc dalaim. Szeretem a magyar nótákat is. A mulatos nótákat? Ne, nem az nem. Ilyen a mai mulatos uh-huh. nótákat, a régi magyar nótákat. Uh-huh. Általában szóró nótákat, meg temető a tisza, meg ilyen. Azok jók. Ezeket mind tudom kívülről, úgyhogy... Meg aztán van apámnak egy kedvenc nótákat, minden esetben elénekelek, és mindenki tudja már, hogy le is játsszák, és adják a mikrofon, hogy énekelt. Tanulj meg, fiacsám, komédiázni, ez papának hoz a kedvenc nótája, és ez benne maradt. De jó. Szegény húgom elkezdett sírni, 85 éves ő is már, úgyhogy, de jó volt nagyon, jót mulattunk, jól eszik magunkat, és tényleg. Akkor kap ajándékokat is, vagy külön megkéri az embereket, hogy igen? Rengeteget, és mondom, gyerekek, soha nem iszom. Se bort, se sört, se pálinkát. Én sem. Olyan mennyiségű italt hoznak oda nekem,
Igen, és mikor hozzák, hogy tessék, Pistenet, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mit csináljuk? Megint sapka, tehát körülbelül így, igen. Hát csinálják fel, mert nem mondtad, hogy ne hozzátok már. Legközelebb a vendégeknek jó lesz. Kósi meg mindig csinál nekem egy festményt. Ő mindig fest nekem, vagy csinál egy szobrot, vagy valamit, és mindig meglepetést csinál. Úgyhogy a Sasóska meg mindig rózsáegyet hoz nekem, mert mi mind a ketten rózsáegyhez jártunk, onnan a régi barátság a Sasóskával. És hát most a Kálmán bácsinak egy ifjúkori könyvét hozta, dedikált könyvét hozta. Múltkor egy ifjúkori képét, hatalmas képet kaptam tőle, szóval mindig van valami van rózsáegyé. Szóval hát mi utólag is nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nagyon szépen, köszönjük szépen. Igen. Reméljük, hogy még egy lesz legalább. Jaj, Istenem. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.